Éppen a szokásos vezetői értekezletét tartja a Hungária Takarék vezetősége. Ezúttal Csikóstöttösön gyűltek össze, hogy átbeszéljék a legfontosabb teendőket. Most is itt Csikóstöttösön a szokásos, mondhatni azt a munkákat végezzük, csak egy picit rendhagyó keretek között, de ennek már szép hagyománya van. Évek óta törekszünk arra, hogy úgy negyed évente a Takarék Szövetkezet, mondhatni kicsi ridegebb falai közül, ellátogassunk olyan helyekre, ahol a Takarékszövetkezet működési területén valamilyen speciális érték található. És nagy szerencsénk volt, mert Csikóstöttösön most került átadás ez a gyönyörű létesítmény. A vidéki életforma jellegzetességei, hagyományőrzés szempontjából, van ennek az épületnek egy művészeti része is, tehát nagyon sok olyan fogodzó van a mostani látogatásunkban, amivel jóval többet tudunk ma a takarék vezetői körre számára biztosítani, mint hogy szakmai kérdésekről beszélünk, stratégiáról, üzletről. Egy picit belelátunk Csikóstöttös és térségének a hagyományaiba, kultúrájába, az önkormányzati kapcsolatrendszerünk, a beágyazottságunk az amúgy is elmélyültnek nevezhető, talán túlzás nélkül mondhatom ezt, hiszen jelenleg közel 80 települési önkormányzatnak a pénzügyeit a Hungária Takarék bonyolítja. Ez azt jelenti, hogy jellemzően kis településekről beszélhetünk itt, 1000 vagy 1-2000 fős településekről, hozzáteszem, van már városi kategóriájú település, például a legnagyobb önkormányzati partnerünk az Dunaföldvár városa. A cél az, hogy a kistelepülési önkormányzatok pénzügyeibe profi szakértőként tudjunk megjelenni. Csikóstöttös számos fejlesztést hajtott végre az elmúlt időszakban. Megszépült a Hunyadi tér, korszerűsítették a közvilágítást, felújították az oktatási intézményeket, a hivatalt és az orvosi rendelőt, de jutott pénz a csapadékvíz elvezetésére is. Így a község a jövőben nem csak ilyen értekezleteknek adhat helyszínt, legalábbis ezt remélik a korszerűsítésektől, fogalmaz Pintér Szilárd, Csikóstöttös polgármestere. Megpróbáltuk megragadni a lehetőségeket, és ennek mentén elhatunk ebbe az épületbe is, amit tavaly össze sikerült átadnunk. Egy turisztikai projekt mentén 3 attrakciót sikerült elkészítenünk, hagyományok házát, a vizek világát és egy egészségpontot. Nyilván nagyon boldog vagyok, hogy ez elkészületett, és várjuk már, hogy végre jön a május, hogy el tudjunk üzemszerűen kezdeni működni, és várjuk azokat a csoportokat, akik kíváncsiak a töttösi fejlesztésekre. Azt gondolom, hogy ma már egy napot el lehet tölteni. Ez egy toppos pályázatból valósult meg, mind a 3 elem, ez egy 105 millió forintos fejlesztés volt mindösszesen. Nyilván ez tartalmazza azokat az eszközöket is, amikbe beszereztünk ezekbe az ingatlanokba. Orvosi rendelőt is sikerült tovább ugye felújítanunk szintén toppos pályázatból, és az előbb már említettem, a főteret, buszvárókat szeretnénk az idén felújítani, illetve kicserélni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a település életében, és ezt már 3 évet csináljuk, és tartunk a keretében, mi térkövet gyártunk. Gyakorlatilag az elmúlt 3 évben több mint 4 kilométer járdát sikerült letérköveznünk, körülbelül 3 kilométer van mag vissza. A Magyar Falu programban szintén nagyon fontos elem, hogy 5 millió forintotra lehet pályázni anyagbeszerzésre, ami azt gondolom, hogy kellő fedezetet nyújt arra 3 kilométer járda elkészítéséhez szükséges alapanyag beszerzésére. Mi abban is szeretnénk pályázni, és szeretném, hogyha 2020 év végig a falu összes járdája a térkővel lenne lerakva. Itt azonban nem áll meg a település, számos egyéb fejlesztés van tervben, amivel tovább szépülhet, fejlődhet a község. Az önkormányzat ugyanis azt tartja a legfontosabb feladatának, mondja a település első embere, hogy a faluban mindenki megtalálja a számításait, és ne vándoroljanak el az itt élők. Természetesen a líder pályázatok is nagyon fontosak számunkra, hiszen a falufejlesztés líder módra pályázati csomagot azt pont tegnapi nap bíráltuk, hiszen a helyi bírálóbizottságnak most volt a lehetősége rá. Nagyon örültem, hogy minden az érintett 36 településről egy kivételével érkezett be pályázat, és nagyon remélem, hogy a nyár folyamán ezeket meg is tudja valósítani minden település. Ezek nyilván kisléptők infrastruktúrális fejlesztések, amiből egy parkot, egy játszóteret, vagy ami a településnek fontos, meg tudják csinálni, hiszen 5 millió forint, azt gondolom, hogy nem kevés pénz egy ilyen kis településen, mind akár Csikóstöttös.